Ádám mögött az időjárás pluszban már a 22-es számot láthattuk, de most még a 21-essel foglalkozunk, lássuk, hogy mi minden történt. Beiktatták például az új demokrata elnököt az Egyesült Államokban, szociáldemokrata kancellárt választottak Németországban, az afganisztáni kivonulás után pár hét alatt visszavették az uralmat a tálibok. Tényleg a teljesség igénye nélkül csak néhány fontos esemény 2021-ből a nagyvilágból. Az országoknak a járványkezelés, a gazdaság állítása és a migráció adta a legtöbb feladatot. Elemzéssel folytatja Tarjúdi Titanilla és mai első vendégünk. Így van, eseménydús évünk volt, van miről beszélgetni. Jó reggelt, Ferenc, jó reggelt a kedves nézőknek is, természetesen, és mai első vendégünknek, Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőnek. Jó reggelt, tanár úr. Kezdjük csak, nem. Kezdjük akkor talán a kedvenc témája van Németországgal. <laughs> Boldogan. Lezárult egy korszak a Merkel korszak, 16 év után leköszönt Angela Merkel, és ugye a szociáldemokrata vezetésű kormány alakult, hiszen egy hárompárti koalíció vezeti most Németországot. Mi vezetett ideig, illetve mire számíthatunk a jövőben, mert mégis csak az Európai Unió vezető országáról beszélünk, és Európa legerősebb gazdaságáról. Igen egy. Először fordul elő, hogy 25%-kal valaki kancellár lehet. Kettő. A három párt kényszerből együtt van, nem tud más csinálni, mert úgy lehet Németországba kancellárt buktatni a Weimári köztárság tapasztalatai alapján, hogy konstruktív bizalmatlansági indítvány, tehát úgy válthatok le egy kancellárt, ha megvan az új. A következő az, hogy a három párt hangsúlya rendkívül sokat változott hónapok alatt. A választás pillanatában egy százalékkal a szozdemek megverték a cdu -t. A liberálisok ugyan oda akartak menni a CDU-CSU-hoz, de a zöldek nem. A jelenlegi helyzetben a három párt nagyon sok kérdésben mást mond, de ki kell egyezniük? Hát kettő nappal ezelőtt volt egy olyan botrány, hogy a liberálisok bejelentették, hogy nem kell több migráns. A zöldek bejelentették, hogy kell. A kormánynyilatkozat nagyon érdekes. Mindenki kiemeli azt a mondatot, hogy Németország bevándorló ország, és várjuk a legálisan érkező migránsokat. A bajom az, hogy legálisan érkező migráns a népmesébe van, illetve 90 valány százaléka a bejövőknek illegális és gazdasági menekült. Tehát van egy ilyen probléma, ha valóban legális migránsokat akarnak behúzni, az egy új helyzet lesz. Most azt mondta a német kormány, hogy aki illegálisan van itt, vagy pedig bűnöző, az kiutasítjuk. Pompás. Hogyan? Tehát ezeket az embereket eddig nem lehetett kiutasítani Merkel. 16 év után távozott, azóta egy szó nincs róla. Néztem a német közszolgálati tévében a búcsúztatását, könnyes volt a szeme, lejátszotta a hadsereg a kedvenc dalait, tényleg nagyon szép volt a búcsú, de hát egy korszak véget ért, és az új korszakról nagyon keveset tudunk. Hogyha már itt Németországról és az Európai Unió legfontosabb vagy legerősebb országról beszélünk, hogy vezető hatalmáról beszélünk, akkor talán térjünk egy kicsit az eu magára. Hova indulhat el ez az EU? Így, hogy Németországban váltás volt, váltás volt ugye Ausztriában, itt van még mindig velünk a pandémia, ugye válság, válság válságot követ, itt van a lengyel-belarusz határon egy új, új migrációs útvonal, egy új kihívás, amivel meg kell küzdeni ott van, talán ide sorolható a kelet-ukrajnai válság, és ugye itt az amerikai, orosz, kínai háromszögben is az EU-nak lavíroznia kell. Hihetetlen sok mindent teszed kérdezni, próbálok Igen? válaszolni. Egy, most lenne itt az ideje, hogy egy egységes, erős EU legyen. Nem lesz. Kettő. Mi történik néhány nap múlva? Orosz-amerikai csúcs találkozó. Mi a probléma? Európa közölte, részt akar venni. Megmosolyogták őket, nem akarom azt hogy kirögték őket, nincs keresné ott. Tehát amikor a oroszok és amerikaiak áttárgyalják a világ dolgait, beleértve az űrfegyverkezést, Ukrajnát és nagyon sok egyebet, nincs szükségük Európára. Nagyon kultúrát választottak, hogy lesz egy európai, lesz egy NATO orosz csúcs, ott, ott lehet Európa, lesz nagyon sok egyéb többek között a normandiai négyek, ott, ott, van Európából a francia, a német, de itt a két oldalú csúcson nincs rájuk szükség. Csak azt akartam közbevetni, hogy érdekes, hogy ez az, ez az év is úgy telt el, hogy az Európai Unió, az Európai Unió vezetése minden erejével próbál súlyt szerezni Európa, az EU szavának, de úgy tűnik, hogy ez időről idő időre nem sikerül. Elnézést, mi az EU szava? Hát Párizs, London kilépett egy évvel ezelőtt, bajba is vannak. Párizs és Berlin nem ugyanazt mondja. Párizs megkötötte a két oldalú megállapodást Rómával. Abba a percben a németek is fölértékelték Olaszországot. Tehát azt kell látni, hogy az Európai Unió keresi a helyét, nem találja. Következő. Ö, mi a következő lépés? Európai Unió bővítése, vagy a struktúrák elmélyítése? Következő. Mit kezdek Bielorusszal? Ö, mi a követel követelés? Kapjon sok pénzt, nem kap. Mi a követelés? Ismeri el Lukasenkot, nem ismerik el mi a Bielorusz követelés, hogy 2000 embert vegyenek át a németek ott lévő migránsokból, amiket ők hoztak be csártergépeken. A német válasz az, hogy befogadunk rengeteg afgánt, de nem fogadjuk bezsarolásra a Bielorussziából küldött nevezzük migránsoknak. Tehát itt ma új helyzetek vannak. Én zárójelben érzem meg, hogy az igazi vesztes a migráns, aki odavittek a határa, vissza nem engedik, át nem engedik, tehát nagyon furcsa helyzetek vannak, és Európa nem találja helyét. Ő mondta Ausztriát, nagyon csúnyán buktatták meg Kurcot, mert az egyetlen olyan karizmatikus politikus volt, aki szembe mert menni elnézést Berlinnel és Brüsszelbe. Meg is bukott, most kiváló állása van az USA-ba, csak ez nem jelent politikai hatalmat. Ha már említettük itt a migrációt és Afganisztánt, ugye ennek az évnek volt, ez is az egyik fontos eseménye, ugye befejeződött az USA utáni szerepvállalása, és a tálibok gyakorlatilag napok vagy egy-két hét alatt visszavették az uralmat. Azóta hova tart, vagy merre felé megy Afganisztán, ugye akkor azoknak a napoknak az eseményeinek a, a, sodrában sokan mondtak sokfélét, azért most már eltelt néhány hónap, mit látunk most Afganisztánban? Ön azt mondta, hogy az USA befejezte tökéletes, amit mond, egy problémával az USA úgy jött ki, hogy az amerikai elnök az előző Trump elfelejtett konzultálni a szövetségeseivel, az új amerikai elnök Biden szintén elfelejtett konzultálni a szövetségeseivel. Tökéletes a káosz Afganisztánban. Ha megnézem az elmúlt napokat, a női újságírók, rádió, tévé szereplők 84-86%-át már kirúgták, az összes női bírót már kirúgták, a nőket visszavitték abba a korszakba, ahol az előző tálib rendszer alatt voltak. Zárójel. Azért annyit hagyjéljezzünk meg, hogy amíg a szövetségesek bent voltak, a nők helyzete a városokban javult, vidéken alig valamennyit. A talibok jelenleg keresik a helyüket, az új vezetés nagyon sok mindent próbál elérni többek közt, hogy pénzt kapjon, többek közt, hogy a befagyasztott afgán pénzeket amerikai bankokból megszerezik. De látnivaló, hogy az ország megy elnézést vissza a középkorba, látnivaló az, hogy minden nagyhatalom úgy áll hozzá, hogy mi az ő nagyhatalmi érdeke, senkit nem érdekel, hogy Afganisztánban lévő népel mi történik, ő tömegével menekülnek el, eddig 6 millió menekült van a két szomszéd országban, Pakisztánban és Iránba, Ha ezek az emberek csak kicsit ellenálltak volna az 50-70 ezeres talib hadseregnek, az életben nem jönnek be ezek a papucsos kézifegyverekkel fölszerelt emberek a nagyvárosokba. Az amerikaiak azt jelentették, hogy az afgán hadsereg képes pár hónapi Kabul tartani, a hadsereg egy percet nem volt hajlandó tartani, tehát az előrejelzések csődöt mondtak. Ettől kezdve új amerikai stratégia van, ennek lényege, hogy Kínával szembe kell fölkészülni. Az én problémám az, hogy a mai amerikai vezetés egyformán Kína és Oroszország ellenes, így ezt a két nagyhatalmat akaratuk ellenére egy szövetségbe vitte. Amerikai Egyesült Államok, ezzel folytatjuk kicsit, daráljuk itt a témákat Jó. egymás után, de elég sok van. Amerikai Egyesült Államok ugye letette az esküt az új elnök, Joe Biden, illetve beiktatták az új elnököt január 20-án lesz egyébként pont egy éve. Amerika érdekes utat járt be azóta, ugye Trump külpolitikáját Joe Biden bizonyos tekintetben teljesen ellenkező irányba folytatta, bizonyos tekintetben, ha hallgatólagosan is, de folytatta. Ugye itt van a két nagy ellenfél, Kína és Oroszország. Úgy tűnik, hogy Amerika most úgy döntött, hogy a kisebbik rosszat választja, az az Oroszországgal mégiscsak megpróbál valamiféle normál viszonyt kialakítani, mert két fronton egyszerre nem lehet harcolni. Hova tarthat Amerika? Mit látunk most? É a pontokból válaszolok. Egy, én nekem meggyőződésem is nem leszek népszerű, hogy Trump alkalmatlan volt. Én azt hittem, hogy Trumpnál alkalmatlanabb elnök nem jött, tévedtem, Bidennál nála is alkalmatlanabb. Kettő. Ha megnézzük a mostani fölméréseket, az átlag Amerika is azt mondja, hogy Biden öreg, beteg, elnézést kérek szennél, is, nem alkalmas arra, hogy az Egyesült Államokat... Hát emlékszünk az elalvós felvételekre. Hát arra is, hogy a Fehérházba eltévedt, tehát rengeteg dologra emlékszik az ember. Ma már őt is támadják saját pártján következő. Az a politika, hogy Kínát, Oroszországot egy kalap alá vették, ez egy stratégiai tévedés. Ön azt mondta, hogy megpróbálnak oroszokkal kiegyezni, igen, mert minden probléma ellenére, beleértve a gázvezetéket, beleértve a Ukrajnát, beleértve a Krim kérdést, egyszerűbb a kiegyezés velük, mint Kínával, ahol a kérdés Tájván és az egész dél ázsiai térség. Tehát jelenleg azt látom, hogy van egy amerikai cél, hogy a oroszokat megállítani, ne vonuljanak be katonailag Ukrajnában, szerintem nem is akarnak. Tehát egy új helyzet van az orosz stratégiai cél, a NATO nem menjen keletebbre. Ez egy teljesen új helyzet. Ezt a NATO vagy tudomásul veszi, vagy nem. Most Stoltenberg naponta mondja, hogy minden országnak joga van belépni a szervezetbe. Ha én NATO főtitkár lennék, ugyanezt mondanám, de látszik, hogy az amerikai politika azért ennél sokkal differenciáltabb, és az USA tele van kiváló szakértőkkel, a külügy, a Pentagon, a CIA és nagyon sok egyéb. Tehát próbálják az elnököt visszafogni, hogy ez mennyire sikerül, meglátjuk. De a mostani Genfi orosz-amerikai csúcson egy elmozdulást talán be. Következik. Egy fél percünk maradt tudom, hogy ez nagyon kevés, és Igen. tudom, hogy nem is nem hozott magával tanárú jós gömböt, de mégiscsak tekintsünk egy picit előre 2022-re. Lesz egy francia elnök választás, lesz egy Magyarországgyűlési választás. Februárban lesz ugye egy magyar miniszterelnök orosz elnök találkozó, és hát ez csak az év első fele. A válaszom az, hogy igaza van önnek egy. Nyilvánvaló rengeteg dolgot meg kell beszélnünk az oroszokkal, az energiaszállítástól kezdve a paksügyén keresztül a kétoldalú kapcsolatokat a ukrán helyzetet, stb. A francia választásnak óriási a tétje, mert meglátjuk, hogy milyen francia elnök lesz, aki kívja Macron-t, meglátjuk, hogy kettőjük közül ki lesz a francia köztársaság elnöke, Franciaországban elnöki hatalom van, a magyarországi választások pedig alapvető fontosságok lesznek, hogy mehet ez a politika tovább, vagy pedig jön egy olyan színes koalíció, ahol lehetetlen tudni, hogy ki mit akar, elnézést mást mondanak reggel, mást mondanak este, tehát a magyar választásoknak most nagyobb lesz a tétje, mint bármikor eddig a rendszerváltás óta. Tanár úr, köszönjük, hogy itt volt, boldog új évet kívánok, Köszön és szépen. sok jó beszélgetést még a következő kívánok. évre. Köszönöm szépen.